Becslések szerint a mai kisiskolások kétharmadának olyan munkája lesz, amely ma még egyáltalán nem létezik. Ilyenek lehetnek bizonyos szociális, képzési, művészeti területen megjelenő munkák, amelyek speciálisan emberi képességeket igényelnek. Ma az iskolák feladata lenne az erre felkészítő, alkalmazható gyakorlatias tudás átadása. Ebben pedig jelentős szerepet játszik a pedagógusok szabadságának a kérdése. Az mindig egy nagyon különleges dolog, mert a pedagógus a szabadon dönthet tartalmak tekintetében, és a módszerek, eszközök vonatkozásában, az mindig együtt jár egy óriási felelősséggel is. Lássuk be, ezt nem mindenki szereti. Lehet egyszerűbb úgy dolgozni, megmondják, hogy mi a mai tananyag, mit ír elő a tanmenet, és akkor haladok a magam tempójában. Én arra biztatom a pedagógusokat, hogy merjenek szabadon átadni információkat, ismereteket, és a gyerekeknek ne csak a napi mantrát mondják el, hanem tanítsák meg őket gondolkodni, egy kicsit tovább látni az orruknál. Ez szerintem a túléléshez nélkülözhetetlen. Szabó Zsuzsa azt is kiemelte, az iskolákban egyre nagyobb kihívást jelent a szociális problémák megoldása. Mint mondta, ezek kezelése nem a pedagógusok feladata kellene, hogy legyen. Nagyon-nagyon szükség lenne az oktatás segítő kollégák munkájára, asszisztenseknek a bevonására, szükség lenne iskolapszichológusokra. Én nem sorolom tovább, de az az igazság, hogy a magyar társadalomban a szociális leszakadás, illetve a hátrányos helyzetű gyerekeknek kvázi egy-egy intézményben nagy létszámban való megjelenése nagyon speciális probléma. Nekünk erre kellene közösen kidolgozni olyan megoldási utakat és olyan járható utakat, ahol ez a fajta leszakadás felszámolható. Szabó Zsuzsa úgy látja, ennek megoldása csak is egy pontos helyzetkép meghatározásával és a jogalkotókkal, fenntartókkal, illetve szakmai szervezetekkel való hosszú távú, átgondolt, közös munkával lehetséges.